Jó estét kívánok! Hát mióta Magyarország bejelentkezett a kínai vakcina gyártóknál, azóta Európa is minket követ. 14 ország, európai ország jelentkezett be a kínaiaknál, és nálunk is égnek a vonalak. Mindezt Mencer Tamástól tudjuk, és ez az első témánk, mert csak azért is, mert 129 ezer fő oltására elegendő vakcina érkezett, ebből 123 ezeret fel is használtak. Hát ez igen szerény mennyiség, úgyhogy érdemes beszélni arról, hogy honnan lesz utánpótlás, és hogy kikkel beszélgetünk ma. Itt van Gyé Németh Erzsébet, Harangozó Tamás és Holoda Attila, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Olyan. És gyorsan akkor egy bejátszóban össze is foglaljuk azt, hogy mit tudunk erről a kínai vakcináról, mert hogy nagyon sok az ellenév, de a kormány pedig azt mondja, hogy alapvetően egy kormánynak az a dolga, hogyha valahonnan vakcinát tud szerezni, olyat, amit engedélyeznek, akkor azt meg kell szerezni. A Sinopharm vakcináját sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem pedig a magyar szakhatóság nem engedélyezte még. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet főosztályvezetője közben Pekingből nyilatkozott az állami televíziónak. A gyártási folyamat biztonságos, ugye ez nem ugyanaz, mint a vakcinának a hatásossága. Ez még további vizsgálatokat igényel, tehát mindenképpen ezt még be kell nyújtani, de a gyártás az megfelelő biztonsággal történik. A kínai vakcinával több probléma is van. A DK szerint azonban felelőtlen és veszélyes, hogy a kormány egy olyan bizonytalan hatékonyságú, Európában bevizsgálatlan, ismeretlen tartalmú és működésű kínai vakcinával akar oltani, amit még nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Szijjártó Péter az ATV kérdésére azt mondta, hogy Kínában azért a 18 és 59 év közötti korosztályt oltották a Sinopharm vakcinájával, mert más oltási stratégiát választottak, mint Magyarország. Valaki a vírus terjedési gyorsaságát akarja megfogni, más meg úgy dönt, hogy inkább az életük szempontjából veszélyben lévők megmentésére koncentrál az elején. És ugye Kínában azt a stratégiát követték, amelynek értelmében az 18-59 éves korosztálynak adták be a vakcinát, de a vakcinát engedélyezték a 60 év felettiekre is. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy az engedélyezés az kulcskérdés, és a kormány is ezt mondja, hogy ha ez átmegy a magyar hatóságon, akkor lehet beszerezni, akkor tudnak érdemben tárgyalni, meg árat mondani. És nyilván egyikünk sem virológus itt most ebben a csapatban, és erre tudunk támaszkodni, hogy a magyar hatóság engedélyezi-e és nem, és majd az európai hatóság elé kerül-e. Elegendő ez a belépési küszöb? Mert most már ott tartunk, hogy sokan azt rebesgetik, hogy hát, hogy a kormány nyomást gyakorol a magyar hatóságra. Ez lehetséges? Hát, ha ez utóbbi megjegyzésével kezdjük, akkor azt gondolom nehéz lenne másnak értelmezni a péntek reggeli miniszterelnöki interjút a Kossuth Rádióban, mint egy ilyen nyomásgyakorlásnak. Én azt gondolom, hogy érdemes leszeletelni ezt a kérdést is. Az első és a legfontosabb, azt gondolom nem csak a DK számára, hanem mindenki számára, hogy az Európai Unió gyógyszerügynöksége által engedélyezett vakcináról beszéljünk. Ha ilyen egy vakcina, amit az Európai Unió gyógyszerügynöksége engedélyezett, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve nyugodtan, bátran lehet azt behozni Magyarországra. Nyilván azokat a megállapodásokat betartva, amit az Unió tagállamai még tavaly júliusban megkötöttek. Ez az egyik kérdés. Bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra. De ez azt is jelenti, hogy a DK-nak nem elég az, ha csak a magyar hatóság engedélyezi? Én azt gondolom, hogy az Európai Unió tagjaként az lenne a jó, és az a mi elvárásunk, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze. Ebben egyetértés van? Ez egy borzasztó érdekes kérdés, mert ugye, hogyha már tagjai vagyunk egy európai közösségnek, és azt mondtuk, hogy például ilyen szempontból összehangoljuk a tevékenységet, akkor természetes, hogy az ember azt mondja, hogy igen, legyen egy Európai Unió szintű elfogadás, mint ahogy csak utalok rá, például paksi atomerőmű engedélyezés ügyében mindenki számára teljesen természetes, hogy van egy nemzetközi atomenergia ügynökség, és az ottani előírásokat be kell tartani a például a magyar hatóságnak is. Nincsen európai hatóság, de azért van egy nemzetközi hatóság, ami inkább a több szem többet lát, többet ismernek alapon, megvizsgálnak különböző dolgokat, de tényleg, ahogy elhangzott is, nem arról szól a dolog, amely irányba elviszi mondjuk a kormány, hogy most itt a kínai
kínaiakat támadják az ellenzék részéről. Gondolom nem erről van szó. Kínában rengeteg nagyon jó dolgot gyártanak, ugye elmondta ez a szakértő is, hogy maga a gyártási folyamat az tökéletesen megfelel annak, amit elvárnak egy ilyen gyártási folyamat során. A sterilizáció, az elkülönítettség, a reprodukálhatóság, sok egyéb más előírása van ennek. Itt nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy legyen egy engedélyezési folyamat. Az más kérdés, hogy például az orosz tudósok, meg a kínai tudósok miért nem tartották olyan erősen szükségesnek, hogy őket mondjuk Európába is engedélyezzék. Ez egy érdekes kérdés. És miért nem? Nekik hát ezt vajon? A kérdést ezt én teszem. Ez egy jó piac nekik, azért, ilyen szempontból nekik is ez nem abszolút. Elég piac, hogy mondhatják azt is, hogy a kínai az pontosan elég nagy piac. Uh-huh. Persze örülünk neki, hogy a Menczer Tamás felfedezte Kínát, ami egy egyébként teljesen jelentéktelen ország, és eddig senki nem vette még észre rajta kívül, és most mindenki hirtelen 14 ország telefonált neki, hogy akkor hol lehet ilyen kínai vakcinát. De hát ez persze az a fajta dolog már megint, hogy már megint olyanok akarják megmondani nekünk, hogy mit alkalmazunk, akik nem értenek hozzá. Én annak is örülnék, hogyha nem nyilatkoznának se a CIA-tól, se az Orbán Viktor. Se legyünk senki. Igazságosak. Egyrészt ugye az oroszok menet közben bejelentkeztek, hogy az Európai Gyógyszerészeti Ügyészség vizsgálja meg. Másrészt Szijjártó Péter pont ezt mondta, hogy itt senki nem virológus, és ő a magyar hatóságokban bízik. Az a baj, hogy a dolog nagyon szomorú. Tényleg, és nem csak szomorú, hanem bosszantó. Szerintem nem, hogy ebbe a stúdióba, hanem az országban nincs egy olyan nem épeszű ember, aki ne szeretné, hogy villámgyorsan mindenkit, aki csak önkéntesen akarja, az be tudjunk oltani, és vége legyen ennek az őrületnek. Ennek a felelőssége és a lehetősége ma és mindig is az aktuális kormányi. Az a miniszterelnök, ne haragudjunk, aki mint egy Fidesz taggyűlésen a hangos bemondóba bemegy a Kossuth Rádióba múlt pénteken, és ott bevágja a kirakatot ezzel a bejelentéssel, majd nem félreérthető módon közli a teljes magyar lakosság előtt, hogy az az elvárása a magyar hatóságokkal, hogy persze alaposan, de nagyon gyorsan és sürgősen adják meg az engedélyt, hát ez hangzott el. Tudnék cifrábakat mondani, maradjunk annyiban, hogy nem felelős hozzáállás. És itt most tényleg nem azért mondom, mert ellenzék kormány van, hanem azért, mert abban biztos, hogy összeér mind a kettőnk szándéka már, mint az MSZP, az én személyes vágyam is, meg a kormányi, hogy minél előbb, minél több magyar embert biztonságosan be lehessen oltani. Na most gondoljunk bele, hogy egy ilyen bejelentés, meg egy ilyen cirkusz után, még ha biztonságos is a kínai vakcina Magyarországon, ennek az egyöntetű normális befogadását tönkretették. És tudják, nem úgy kezdődik ez, hogy az ember bemegy a királyi rádióba és benyilatkozza ezt. Ez egy normális országban, ha nemzeti úgy, például kezdődhetett volna úgy, hogy összehívják az ellenzéki pártokat, és így elénk rakják a dokumentumokat, és arra kérnek minden felelős politikai erőt, hogy segítsen az emberekkel megértetni, hogy ez jó és fontos. Miért de nem önök se miért tudják megértetni, amíg nincs egy gyógyszerészeti A, ezt akarom mondani, hogy nem az a kérdés, erre. Hogy magyar vagy európai hatóságnak kezdeményezték, vagy nem, vagy jó-e, vagy nem. Jelen pillanatban még az a szakértő, aki nyilatkozott a minap, és azt mondta, hogy egyébként ez a kínai oltóanyag valószínűleg rendben van, és már 20 millió embernek beadták. Ő is azt mondta, hogy valószínű, mert három fázisú vizsgálaton kell végigmenni, az első kettőn tökéletesen átment. A harmadik, ami azt jelenti, hogy élesben tömegeket tesztet, tehát tömegeket beoltanak, és megnézik, hogy a valóságban mi történik, nem laboratóriumi körülmények között. Ez a papírja még nincs meg ennek a vakcinának, ha jól értem, még Kínában sem. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy körültekintőbben kellett volna eljárni, és mondom, azért vagyok bosszus, mert tegyük föl, hogy jó lesz ez a vakcina, és majd az európai hatóság is néhány héten belül mondjuk jóvá hagyja. Itt Magyarországon, ahogy ezt kezelte a kormány, és megint amilyen módon ezt előadta, itt biztos, hogy az a bizalom már nem lesz meg, mint hogyha ezt normálisan elkezdték volna. Elég jól és közérthetően elmagyarázta a pro és kontra érveket ezzel a vakcinával kapcsolatban két virológus. Ugye Jakab Ferenc úgy fogalmazott, hogy a kínai vakcina egy elavult technológiával készült oltóanyag, de ettől még hatásos lehet, 75%-os a hatékonyság, most ezt mondják. Duda Ernő, egy másik virológus pedig úgy fogalmazott, hogy úgy kell elképzelni, mintha a színes lapos tévék korában egy fekete-fehér tévét vennénk. Ugye innentől kezdve ez egy érdekes hasonlat, mert hogyha az a cél, hogy mondjuk ezt a műsort megnézzük, vagy híradót, akkor teljesen jó egy fekete-fehér tévé, mert az információk átjönnek.
De mondjuk, hogyha egy mozifilmet vagy egy jó természetfilmet szeretnénk nézni, na, ott azért nem baj, ha a legmodernebb technikát használjuk, nem? Én oda csatlakoznék vissza, ahol a Tamás mondott, hogy miért nem így járt el a kormány, hogy összehívja az ellenzéki pártokat, és eléjük teszi az anyagot ebben az ügyben is. Én azt gondolom, hogy az egész járványkezelés az arról szólt, hogy ez a kormány sem a politikai szereplőkkel, közéleti emberekkel nem osztott meg semmiféle adatot, elképzelést, semmit. Aztán jött ugye az egész oltási kérdés. Ugye én magam december végén fordultam először Müller Ceciliához az oltási tervet hiányolva, aztán ezt a rangsort, vagy ezt a sorrendet tudták már december 31-én prezentálni. Szóval ebben sincs egyfajta normális előkészítés, és nincs őszinte beszéd a társadalommal. Tehát azután, hogy nagyon-nagyon régóta várják az emberek, perceken belül egy éve lesz, hogy itt van ugye ez a vírus közöttünk, és egy éve egyszerűen nem tudjuk visszaszerezni azt az életünket, amit előtte megszoktunk. Tehát ahelyett, hogy normálisan kezelték volna tavaly óta ezt a járványkérdést, végig hazudozás van, végig eltitkolják az adatokat, hiába kérték itt önkormányzatok, kérték akkor a parlamenti pártok, kérték szakmai szervezetek, orvoskamara, stb., hogy akkor ezt valahogy bevonva mindenkit, akinek ebben valamilyen dolga lenne, közösen beszéljük meg. Azt hiszem, hogy az elmúlt 30, de talán még mondhatok hosszabb időt is, ekkora kihívással szembe nem nézett még Magyarország. Tehát nem igaz, hogy itt nem lehetett volna összehívni egy olyan, nevezzük nemzeti konzultációnak, nem a papírokra gondolok, vagy a levélekre, amiket ugye kiküldenek az állam polgároknak, ahol át lehetne beszélni ezeket a kérdéseket. Ez a pénteki bejelentés, és az a össze-vissza kommunikáció, amit péntek reggel óta a kormányzat folytat, az pontosan az oltási hajlandóságot fogja aláásni. Ezek után nagyon meggondolják az emberek, hogy egyébként még a gyógyszerügynökség, az Európai Ügynökség által engedélyezett oltást is elmerjék-e fogadni, vagy bemerjék magukat oltatni, mert ugye egy csomó összeesküvés elmélet elindult már mindenféle közösségi platformon, tehát egyszerűen a bizalmat ássák alá, és ennek az lesz a vége, hogy itt lesz az oltás, és akkor sem fogják az emberek igényelni. Pont erre akartam rátenni, közben egy összeállítást láthatnak a nézők, amit a kínai vakcina kapcsán az ellenzéki reakciókat sorolja. Gyakorlatilag az LMP, a DK, a Momentum, szinte az összes ellenzéki párt reagált arra, hogy hol tart ennek a kínai ezzel a kínai vakcinával kapcsolatban a vita. És nagyon érdekes, és egy csapdahelyzet az ellenzékre, és erre vagyok kíváncsi, hogy erre hogy kéne reagálni az ellenzéknek, hogyha felhívják a figyelmet a gondokra, az ellentmondásokra, akkor kapásból oltás ellenesek lesznek. Mert hogy a kormány meg ezt szajkózza már hetek óta. Ebből hogy lehet kijönni? Szerintem a kormány ezzel borzasztó nagy hibát követel, hogy azt mondja bárkiről is, vagy bárkiről is megpróbálja rásütni, hogy oltás ellenes. Mert Magyarországon már egyébként is függetlenül ettől a vírustól, meg ettől a járványtól van egyfajta, meg egyébként ugye azt mondom a művelt világban, a nyugati világban elindult már korábban egy ilyen oltás ellenesség, ami azzal járt, hogy nem oltották be a gyerekeket, stb. Tapasztalhatunk sok ilyen problémát. Egy ilyen helyzetben bárkire is rásütni az, hogy oltás ellenes, az nagyon visszaüt. Mert innentől kezdve az adok-kapok már nem azon fog menni, hogy fontos-e az oltás vagy se, hanem akkor jön az, hogy de nem oltás ellenes, nem kínai, nem orosz, nem ilyen ellenes vagyok, hanem arról szól a dolog. Ez közösen, tényleg, ahogy a Tamás mondta, közösen kellett volna kiállni mindenkinek. Tudom, hogy ez a Fidesztől jelenleg messze áll, de az annak lett volna igazi hatása, hogy amikor elindult ez az egész, és elindult ez a vakcina mizéria, akkor kiállni az összes ellenzéki párt a kormánnyal együtt, és közös nyilatkozatot tenni, hogy emberek, ez az oltás nagyon fontos ahhoz, hogy túljussunk ezen. Megmutatjuk a nap kérdését, mert hogy ezt kérdeztük ma önöktől, hogy egyetértenek azzal, amit a kormány mond, hogy az uniós beszerzések lassúsága miatt van szükség a kínai vagy éppen az orosz vakcinára. Egyébként Sebastian Kurz osztrák kancellár is ma felhívta a figyelmet arra, hogy ez a lassúság, ez tényleg probléma, és hogy gyorsítani kéne. Viszont a mi nézőink 93%-a nem ért egyet ezzel az indoklással, és csak 7% mondja azt, hogy ez állhat a háttérben, és hogy menjünk tovább, mert hogy gyakorlatilag hát szerintem lassan fél éve beszélgetünk itt a naphírében. Erre a diagramra egy mondatot most jutott eszébe csak, valami, igen. Hogy ez a lényeg, szerintem erről beszéltünk. Innentől kezdve szinte mindegy, hogy jó ez a vakcina, vagy nem. Ha ez egy picit is a magyar társadalom egészet tükrözi, és
más kutatásokból is lehet hallani, hogy valami iszonyatos alacsony a kínai 1%. Igen, vakcinának az elfogadottsága, akkor mindegy is, hogy jó, ezt elrontották, ennek vége van. Ha ez egy önkéntes, alapon beadandó vakcina, akkor úgy leszünk vele végén, mint a lélegeztető gépekkel, hogy majd 10 millió számra tároljuk. Hát azért lehet, hogy a végén, hogyha már itt a tavasz, és már mindenki kiülne és menne és utazna, akkor azt fogja mondani, ez rengeteg idő lesz, ember, rengeteg munka lesz, és rengeteg fölösleges energia és pénz ahelyett, amit most itt beszéltünk volna, ahogy ezt egy normális országban, egy normális kormánynak csinálnia ki. No, szóval, hogy ott hagytam abba, hogy régóta beszélgetünk arról, mióta jönnek a kormányzati megszorítások sorban, hogy mit tud tenni Budapest, illetve a többi ellenzéki kerület, illetve város a megszorítások kapcsán, és ugye múlt év végén, amikor lekapcsolták a díszkivilágítást egy órára, akkor mondta Karácsony Gergely, hogy ez még csak az első lépés volt, és ma jön a következő, mert hogy egy nagy közterületi felvilágosító kampány indult útjára. Mutatjuk ennek a részleteit. Tájékoztató kampányt indít a fővárosi önkormányzat és több kerület közösen. A plakátok több csomóponton is megjelentek már, részben a kormányzat önkormányzatokat érintő elvonásaira reflektálnak. Karácsony Gergely azt kéri a vállalkozásoktól, hogy akik tehetik, ne éljenek az iparűzési adó őket érintő könnyítésével. Az ATV-nek a főpolgármester azt is hozzátette, a közszolgáltatások finanszírozása részben a kampánytól függ. Közben a Budapest fejlesztésért felelős államtitkár úgy véli, hogy a főváros kivételes elbánásban részesül. Füres Balázs szerint a kormány idén is 100 milliárdokat biztosít Budapest fejlesztésére és működésére. Ilyen a kivételes bánás volt, Füries Balázs Köszönjük szépen, ha lehet, akkor nem kérjük, jó? Tehát nekünk teljesen jó elbírálás lenne, hogyha Debrecennel, Kaposvárral, vagy akár bármelyik más kormány, tehát országos kormánypárti várossal egy kalap alá lennének. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és azért is indította ezt a köztájékoztatási kampányt a fővárosi önkormányzat, mert akkor, amikor arról beszélünk, hogy közszolgáltatások, meg mit ad a város az itt lakóknak, meg milyen szolgáltatásokat biztosít, nem biztos, hogy mindenkinek ez összekattan, hogy ez arról szól, hogy elviszik a szemetet, tiszta lesz a város, arról szól, hogy járnak a tömegközlekedési eszközök, arról szól, hogy mondjuk be lehet fejezni, és ez a jó hírnek a helye ma ugye döntés született a Lánchíd felújításáról, tehát végre 9 év után a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat, 9 év az ugye a tarlósé volt, elkezdheti a Lánchíd felújítását, és valamikor február végén elindul a munka. Tehát ezt szeretnénk bemutatni az embereknek. És mindezt úgy szeretnénk nekik bemutatni, hogy ez nagyon közérthető legyen, és teljesen egyértelmű legyen, hogy mik azok a szolgáltatások, amit a fővárosiaknak, a főváros biztosít, és ezekből a szolgáltatásoknak fordítható pénzből vett el most 80 milliárdot. Fideszes polgármesterek legalább informálisan rábólintottak arra, hogy oké, ez jó ötlet? Nem, sőt, amennyire, hát nyilván nem akarok nagyon intimpistáskodni, de amennyire én tudom, kifejezetten zavarja őket. Másképp élik meg, de nem is csodálom. Tehát, ha most gyorsan végigmegyek a 7 kerületen, amit nem ellenzéki polgármester vezet, szerintem mind a 7 Fidesz által vezetett kerület kapott ebben az elmúlt 3-4 évben súlyos milliárdokat, 10 milliárdokat. Hát mindezt például úgy, igen, mindezt például úgy. Reklám után folytatjuk ezzel a témával, és akkor bővebben ki tudjuk fejteni azt is, hogy milyen hatással lehet egy ilyen kampánynak. Pár perc múlva folytatjuk. Folytatjuk is a Naphírét Gyén Németh Erzsébettel, Harangozó Tamással és Holoda Attilával, és a budapesti tájékoztató kampánynál hagytuk abba, és ott, hogy megpróbálja Budapest most elmagyarázni azt, hogy a kormányzati megszorítások konkrétan hogyan érinthetik a Budapesten lakókat. Ne lepődjenek meg a budapestiek, vagy aki éppen Budapesten jár, hogyha elég sok helyen és furcsa helyeken felbukkannak ezek a plakátok, amikből most mi is tudunk néhányat mutatni. És tényleg ebben az az érdekes, hogy én is böngészgettem őket, hogy mik vannak, és itt például egy olyan konkrét példát látunk, hogy mi lenne, hogyha holnaptól csak minden harmadik lámpa világítana valakinek az utcájában, de van olyan is, hogy mit szólnának, hogyha az úttesten a felfestések nem lennének elég jól láthatók, vagy hogyha az otthoni csapvíz nem lenne annyira tiszta, vagy hogyha balesetveszélyes csatornafedeleket kellene kerülgetni. Szóval ezek tényleg nagyon-nagyon konkrét példák, és itt minden plakáton le is vezetik, hogy éppen a megszorítás miatt ezek a karbantartások és más feladatok hogyan hát lehetetlenülnek el, vagy nehezítődnek meg.
A kérdés az, hogy mit lehet egy ilyen plakátkampánnyal elérni? Azt, hogy megértsék a budapestiek, hogy mi a tét, vagy akár azt is, hogy a kormány megértse, hogy mi a tét, és változtas? Hát nyilván a politikusok ezt utóbbira is céloznak, amikor egy ilyet elindítanak, de szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy ember közelivé tenni a dolgot, ugyanis az embereknek egy jelentős része például azt sem tudja, hogy az, hogy a főtáv miatt van fűtés, és ők erre azonnal azt mondanák, de hát én fizetek érte. És nem tudja, hogy bizony ahhoz nagyon komoly mennyiségű pénzt kell odarakni a különböző önkormányzatoknak, de ugyanez van a hulladékgyűjtésnél, és az emberek jelentős része nem tudja, hogy egyébként abból a kukadíjból, amit összeszed a Kuka Holding, és nem adod oda utána az FKF-nek, meg ez az összes többi begyűjtő szervezetnek, azon felül még az összes önkormányzat, mondok példát, csak mondjuk egy Hajdúszoboszló méretű önkormányzat, az évente 100 millió forintot fizet csak a Kukára, azon felül, amit befizetnek egyébként a lakosok. És akkor még nem beszélünk arról, hogy ezeknek a cégeknek a működését is finanszírozni kell, mert ugye a Kuka Holding nem fizeti ki őket. De ezek a típusú plakátok, ami arról szól, hogy például a vízhálózat, például a főtávhálózat, ez mind-mind arra szolgál, hogy az emberek abban bár, tehát a távoli dolgokban meg a nagy pénzekben nem tudnak belegondolni. Ebbe igen. Ha ő neki azt mondják, hogy ennél még talán az lenne jobb, hogyha a lámpákra rá lenne ragasztva, hogy ez a lámpa holnaptól nem fog égni. Csak a következő. Mert az megérinti az embereket, hogy aztán ez most a kormányhoz eljut-e vagy se, hát vannak kétségeim, mert láttuk, hogy Fűrjes Balázs mit mondott. Igen. Van egy szerintem nagyon-nagyon jó sikerült reklámvideó ennek a kampánynak a részeként. Én azt láttam először, nem rövid, de tényleg nagyon egyszerűen bemutatja, hogy mi minden munka, mi minden energia, és mennyi ember van a mögött, amit ők itt Budapesten megélnek, mármint a budapesti lakosok, hogy van víz, van hő, vagy távfűtés, van út, és hadd ne menjek végig. Zöld felületek, stb. És én azt a részét akarom még jobban kidomborítani ennek a kampánynak, hiszen sajnos ez a kampány nem azért van csak, hogy propagálják a fővárosi cégeket, hanem azért, mert effektíve veszélybe került a város működése. De ez a város működése, meg engem is kiráz a hideg, mert ilyen politikai szlogennek tűnik. Itt a közszolgáltatások, a tömegközlekedés, a fűtés, a csövek, a többinek, a világításnak a működéséről van szó, és amit ki akarok domborítani, hát itt több ezer emberről beszélünk. Hát csak jól emlékszem, a videóból akarom idézni, talán csak a vízműveknél 800 ember dolgozik, és gondolom az összes többi cégnél sok száz, sok ezer budapesti polgár, akik itt sétálnak körülöttünk, közöttünk, ők dolgozzák, ők végzik ezt a munkát, nem UFO-k, meg nem a kormány tagjai. Na most, amit csinál a kormány, az meg olyan szintű megszorítás, de egyébként minden önkormányzatnál, általában egyébként minisztériumoknál is, te is tudod, a kiadási oldal döntő többsége az a bérekre megy. Tehát tévedés ne essék, ha itt tovább szórakoznak Budapesten meg az önkormányzatoknak, nem csak az lesz a kérdés, hogy föl lehet-e kapcsolni a villanyt, hanem hogy Józsi bácsi megkapja-e a hó végén a fizetését, vagy nem. Azok, akik itt élnek és működtetik ezt a várost. És szerintem nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, hogy nem a polgármesterről, meg a kabinettjéről, vagy nem tudom, miről beszélnek. Például Karácsony Gergelyék, amikor megkongatják a vészharangot, és próbálják az emberekkel megértetni, hogy mi a tét, hanem először a szolgáltatásokról, utána az itt dolgozó emberek. Oké, tegyük föl, megértik akár az emberek. Aki eddig nem értette, az most megérti. Viszi Budapestet 2022 nyarán, vagy tavaszán, amikor a választás lesz az ellenzék. És? Ezzel még nincs megoldva az alapprobléma, és a kérdésem másik fele az, hogy lehet emelni a tétet, mert pénteken itt volt Baranyi Krisztián ferencvárosi polgármester, és ő azt mondja, hogy egyébként a DK-val karöltve ő sokkal radikálisabban gondolkodik abban, hogy mit kéne csinálni, és mondja, hogy egy hétig nem kell elvinni a szemetet, pár órára le kell állítani a tömegközlekedést, akkor tényleg mindenki meg fogja érteni, hogy itt mekkora probléma van. Hát ugye ebbe is érdemes egy kicsikét differenciálni. Tehát én is azt gondolom, és abszolút egyetértek azokkal, én magam is ezek közé tartozom, hogy sokkal drasztikusabb lépésekre is szükség lesz majd ahhoz, hogy ne elsősorban a budapestiek, mert szerintem a budapestiek ebből a kampányból teljesen világosan fogják érteni és látni, hanem hogy a kormányzat végre megértse, hogy nem szórakozhat a fővárosiakkal. Az egy nagyon fontos kérdés, amit mondott, hogy jó, Budapestet elveszíti majd akkor a kormány 2022-ben, aztán lépnek egyet tovább.
Ma Magyarországon 3-3,5 millió olyan ember él, akinek nem fideszes a polgármestere. Tehát én nem ragadnék le csak annál, hogy a főváros, én nagyon-nagyon szeretném ide sorolni azt a 10 megyei jogú várost, ahol szintén ellenzéki a polgármester testület, kisebb városokat, egyebeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyfajta dominó is lehet, és azért volt már olyan 98 után 2002-ben elsősorban az akkori Budapest politikája miatt az is egy elég erős teljes szeg volt a koporsójába az akkori Fidesz vezetésnek, tehát hogy elvesztették a kormányzást. Amit én nagyon fontosnak tartanék, hogy ugyanakkor a budapestiek azért azt várják ettől a városvezetéstől, hogy azért valamennyire működjön ez a város. Tehát azt is szeretném, hogyha elkerülhetnénk, vagy elkerülnénk, hogy mi ne tudjuk azt elmagyarázni az embereknek, hogy nem mi vagyunk a hülyék, nem mi vagyunk a hozzá nem értők alkalmatlanok, ugye ez már egy ilyen eposzi jelző lesz lassacskán Fűrjes Balázstól, szerintem meg ő egyébként az alkalmatlan, hanem amiatt nem tudjuk mi ezeket a szolgáltatásokat úgy biztosítani, ahogy kellene és jó lenne, mert a kormányzat egészen egyszerűen elveszi a budapestiek pénzét. Nem az enyémet, nem a Tamásét, vagy az összes többi politikusét, hanem a budapestiek pénzét. Tehát én ezért nagyon fontosnak tartom ezt a kampányt, és azt gondolom, hogy van egy olyan pont, amikor ezekkel a lózungokkal, amit mint a papagájkommandó, akár Fürjes Balázs, akár Gulyás Gergely Budapestről mond, hogy micsoda fejlesztéseket adnak ide a városnak, a budapestiek pontosan érzik, hogy nem erre van most szükség. Én azt gondolom, hogy nekünk nem kell kézilabda stadion, nekünk nem kell még egy akármilyen csili-vili kormányzati beruházás. Itt az kell, hogy a budapestiek számára normális mindennapokat lehessen teremteni. Na, ha már azon a vonalon folytattuk, hogy 2022-re mit hozhat egy ilyen kampány, akkor arra is kíváncsi vagyok, meg a véleményükre is kíváncsi vagyok, hogy az SZFE történet, az mondjuk a fiataloknál, akik egyetemre jelentkeznek, pályaválasztás előtt állnak, beleszámít-e a döntésükbe, hogy hát nem csak az SZFE-vel, hanem sok egyetemmel megtörténik manapság, hogy a fenntartóváltás történik vele, aztán van, amelyik jósul el, valamelyik kevésbé az SZFE ügyben. Az elmúlt héten most már egész pontosan látjuk, hogy az a történt, ami nyáron elindult, annak mi lett a végkifejlete, elég, hogyha megnézzük, hogy kik az új tanárok a Színművészeti Egyetemen, most mutatjuk őket. Facebook bejegyzésben mondott le Csernai Mihály a Színház és Filmművészeti Egyetem hőkelnöke posztjáról. Híradónak azt mondta, egy ideje érlelődött már benne a döntés. Pénteken megjelentek új oktatói nevek is, amelyeket a Nyugati Fény hozott nyilvánosságra. Többek közt Szarvas József, Sáfár Mónika, Medvecki Balázs, az MTVA volt vezérigazgatója, Velkovics Vilmos a Hír TV műsorvezetője. Az egyetem vezetése híradónak ezzel kapcsolatban azt írta, Szarvas József az egyetem oktatója lesz, a többi névről hamarosan tájékoztatnak. Nagyon szomorúak lettünk, mert ez egy nagyon színvonalas egyetem volt. Báron György filmesztéta, filmkritikus, 30 éve tanít az egyetemen. Szerinte azok a nevek, akik most felmerültek, mint leendő oktatók a filmes intézetben, ismeretlenek a szakmában. Amit utána lehetett nézni, ezek nagy része politikai kinevezett, ami nem azt jelenti, hogy nem volt valami minimális szakmai múltjuk, de nem ez a lényeg, mert ilyenből van 300 az országban bármelyikből, hanem az, hogy láthatóan vagy effektíve ők elállnak a Fideszhez, valamilyen módon kapcsolatuk volt vele, vagy azokhoz a szellemi körökhöz és médiákhoz, médiumokhoz, amik effektíve kormánypártiak. Velkovics Vilmos neve nem mond olyan sokat, de ugye ő a Hír TV műsorvezetője, aki egy Facebook bejegyzésben azt írta, hogy a homeopátia abszurd áltudomány, mégis sokan hisznek benne, még értelmes emberek is, pont mint a Színház és Filmművészeti Egyetemben. Kigúnyolta a tüntetőket, és egyébként Szarka Gáborral, a kancellárral sikerült úgy interjút készítenie, hogy érdeklődött arról, hogy kik lesznek ott a későbbiekben az oktatók, és akkor ő már valószínűleg tudta, hogy ő is köztük lesz, de ezt a nagy érdemű tudomására nem hozta. Biztos azt várta, hogy már előre elmondja a Szarka úr, hogy olyan nagyszerű emberek lenne tesznek, és hogy nem ő is az lesz. Igen, akkor nekem, ez nem jött össze. Nekem erről mindig az jut eszembe, nekem volt egy nagyon aranyos tanárom annak idején középiskolában, aki mindig mindenre volt valamilyen idézete, erre ő azt mondta volna, hogy minden koszos malasznak akad dörgölő fája.
Tehát, hogy nem az az alapprobléma, hogy ezek az emberek, akik elvállalták, hogy ők oda mennek, hogy ők ott lesznek. Ugyanis ők a dörgölőfák. Itt az alapprobléma az az, aki ezt az egész szituációt így megteremtette, és utána például az előbb említett újságíró a Hír TV-ből, aki azt mondta, hogy ez mégiscsak egy oktatási intézmény. Nem, egy színművészeti főiskola, az egy tudományos művészeti műhely. Sokkal több, mint egy oktatási intézmény. Az oktatási intézmény, ott bemegy a gyerek, beöntik a fejébe a tudást, és kijön. Egy általános iskola sem csak csupán oktatási intézmény, hiszen nevelik a gyerekeket, de egy ilyen közegre azt mondani, hogy hát ez mégiscsak egy oktatási intézmény, és tanulni akarnak, ez nem erről szól az egész, és kíváncsi leszek, hogy ezek az emberek, akiket kiválasztottak, vajon milyen tudást fognak ezek átadni azoknak a diákoknak, akik oda érkeznek. Most itt elviccelődtünk ezzel a elég erős, koszos malacos megjegyzéssel, de mi van, hogyha valaki tényleg úgy fogja fel, hogy na most akkor végre visszakapta ez az intézmény azt a lehetőséget, hogy ne csak a balliberálisoké legyen? Hát ezt nem kell feltételes módban mondani, szerintem pont erről szól az egész SFE beszántása, mert azért azt se felejtsük el, hogy nem csak a tanári kar lesz új ilyen kiválóságokkal, mint a Hír TV műsorvezetője, hanem azt a Vas utcai épületet ugye eladják, az Ódri színpadot visszaadják valamelyik egyháznak, tehát tulajdonképpen még az írmagját is meg akarják szüntetni az SFE-nek. Nyilván nem véletlenül attól, hogy ott ezek a hallgatók, ezek a fiatalok tényleg megmutatták, hogy hogyan kell kiállni saját magunkért, és nagyon örülnék neki, hogyha a társadalomban más csoportok is ennyire ki tudnának állni magukért. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljes, végleges leszámolás és beszántása annak a szellemi közösségnek, annak a tudományos és szellemi közösségnek, ami az SFE-t jellemzi, és igazából ebből a szempontból nekik semmi nem drága. Én gyanítom, hogy az eredeti kérdésre is válaszolok, én gyanítom, hogy azt ők pontosan tudják, hogy ez a fiatalokra hat, nyilván azokra, akik most egyetemisták vagy szándékoznak egyetemi főiskolai hallgatók lenni. Lehet, hogy ettől nem véletlen, hogy egy másfajta fiatal közeget bombázott szintén a pénteki rádió interjújában a miniszterelnök az adó 25 év alattiak adómentességével, tehát ugye kvázi a dolgozó már egyébként munkát vállaló fiatalokét. Szóval itt is lehet azt látni, ez a oszd meg és uralkodj, vagy húzd meg, erezd meg. Nyilván pontosan mérnek és számolják, hogy ha itt ezen az ágon veszítünk ennyi szavazatot, vagy ennyi fiatal majd nem ő rájuk szavaz 22-be, akkor a másik ágon megpróbálják ezt pótolni. Én meg azt gondolom, hogy egy országot így nem lehet építeni, nem lehet kormányozni, hogy egészen egyszerűen csak is kizárólag a hasznosság elve alapján hozzuk meg minden döntésünket. Én szerintem a 150 év alatt ez az intézmény néhány ilyen katonatisztet, meg néhány ilyen átszervezést túlélt, már ezt is túl fogja élni. Pontosan azért, mert ennek az intézménynek is, hogy Attila is említette, hogy ez nem egy, hogy fogalmazta, egy oktatási intézmény. Nem a falak, meg nem az épület adja az erejét, meg a lelkét, hanem az a szellem, amit az interjúból is hallottunk ettől a rendezőtől. Szóval én csak azt tudom mondani, hogy túl fogják, és túl is kell élni. Azt, hogy ez mikor mondhatjuk azt, hogy túlélték, túléltük, az viszont sajnos, miután a politika kezdte, a politikától függ. Ugye én csak nagyon erőteljesen bátorítani szeretném, hiszen közszerep nem politikai, de közéleti szempontból fontos emberekről, befolyásos emberekről beszélünk, hogy ne adják föl, és ne maradjanak csöndbe. És egyszerűen tenniük kell nekik is azért, hogy ez változhasson. Nem, hogy egy másik párt mondja meg, hogy mi legyen, hanem, hogy egyik párt sem mondja meg, hogy mi legyen, hanem feltételeit teremtse meg. De ez az intézmény így működött eddig. Igen, csak ebből ugye, nincs egy részről, más részről. Történetnek, ez a történet azért szomorú, mert nagyon sokan fölálltak, és tüntettek, és szolidaritást vállaltak, és tényleg a nyilvánosságban a legismertebb. Akkor próbálom egyszerűbben mondani. 2022-ben, ha leváltják ezt a kormányt, akkor van változás. Ha nem, akkor nincs. És sajnos egy picit ezt is mutatta meg a tüntetés sorozat. Hogy az emberek ugyan beszéltek róla, nagyon sok embert fölbosszantott, de tényleges változás ennek az intézménynek az életében pont maga a Fidesz teszi a napnál világosabbá. Hogy nem, hogy megáll, hanem még kettő padlógász nyom, és azt mondja, hogy eladom az épületet, és sóval beszántom, és behozom a propaganda gépezetnek a híres embereit, hogy majd itt hazafias tornaórákat tartsanak, nem tudom, vagy hát valami nagyon hasonló. Ezzel a
képpel zárjuk a mai naphírét. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Ne felejtsék el, hogy elindult a Visszajátszás című műsorunk, amiben ezen a héten Sas Józsefre fogunk emlékezni minden adásban. Ez jön majd este 10-től, most pedig a Híradó aztán az Egyenes Beszéd Rónai Egonnal. Szép estét!